Ezt követően egy síp hangot fog hallani, amikor is bankjához átkapcsolom, ahol az ügyintézővel bankkártya védelmét befejezheti. Halló! Letette. De melyik banktól is volt? Halló! Úristen! Levonták. Ez is bedőlt. Ez ma már 10-ből az 5. Ez volt a gyerek tondíja. 600 000 forintot sikerült elcsalni a nyugdíjas hölgytől telefonon keresztül. Erről szólt a jelenet a Máté Szakai Képes Kávéházban. A trükk egyszerű, a csaló egy bank alkalmazottjaként mutatkozott be a telefonban, majd azt hitette el a gyanútlan idős hölgyel, hogy csak úgy tudja megvédeni a bank számláján lévő összeget, ha megadja annak adatait. Ehhez hasonló esetek nap mint nap előfordulnak. Éppen erre szerette volna felhívni a figyelmet a Máté Szalkai rendőrkapitányság ezzel az eseménnyel a bűncselekmények áldozatainak világnapján. Annyira aktuális ez a dolog, hogy az egyik jelenetünk, amelyet korábban megírtunk, az az élet szinte egy az egybe produkált, tehát tennap egy hasonló feljelentés volt, tehát itt van közöttünk, itt van a városban ez esemény, és figyelni kell rá. Nem véletlenül használom azt a szlogent, hogy a legkönnyebb a bűncselekményt megelőzni, mint később büntetni, ne legyen senki áldozat. Most tettünk egy kísérletet, hisz az áldozat elkerülésére, a prevencióra nincsenek bevált terminus technikusok, keresni kell az utat. Keresem, hogy mi az, ami jó itt Máté Szalkán a fényvárosában, ahogy az emberek ne váljanak áldozattá. És természetesen nem leszünk naivak, hogy mindenkit meg tudunk védeni, nem. De egy embert megvédünk, vagy ettől többet, akkor igen. Talán ez a dolog sikerre van ítélve. Ez volt az első, de vélhetően nem az utolsó alkalom, hogy a Máté Szalkai rendőrkapitányság munkatársai amatőr színészként tevékenykedtek. Bakos Olivér elmondta, saját körben dolgozták ki, hogy szituációs helyzetgyakorlatokon keresztül teszik érthetőbbé és látványosabbá a helyiek számára az internetes csalás leggyakoribb formáit. Teljesen önszerveződés alapján úgy érezték, hogy ők ilyen módon is szeretnének tenni a városért. Kísérlet egy picit, de nem tudattalan a kísérlet. Természetesen vannak olyan eszközrendszerek, amelyek beváltak, működök, és ezeket szedtük most csokorba. Hogy milyen az eredménye? Remélem meglátom az évvégi beszámolókor, amikor arra számítok, hogy még kevesebb bűncselekményt regisztrálunk, mint az előző évben. Mi ebbe hiszünk. És ez elég muníció arra, hogy egy ilyen rendezvényekor szívünket lelket oda téve, tényleg a megcélzott csoportnak valós megelőzési gondolatokat, és mindenkibe egy picit, nem megzavar a hétköznap, de elültessük a gyanakvás, a kételkedés intézményét, és utána azt a képességet, hogy ezt tudjuk kitisztázni, és vegyük észre tényleg, ha baj van. A vezető hozzátette, aki úgy érzi, hogy gyanús telefonhívást, SMS-t vagy e-mailt kap, forduljon bizalommal a Máté Szalkai rendőrkapitányság munkatársaihoz.